Talán észrevetted, hogy jó néhány videó, ami itt a YouTube csatornámon volt megtalálható, és hogyha a blogomat egy kicsit figyelemmel követted, ugye a blogbejegyzésekben is ezek a videók tűntek föl, és ezeknek a videóknak a témája az a cég, az a termék, amivel én foglalkozom, hát most már több mint fél éve, ezek a videók most nem láthatóak. Privát módúra kellett őket állítanom, mert annak a cégnek a vezetői kértek meg erre, akikről itt az előbb beszéltem, és most nevet szándékosan nem mondok, ha eddig követted azt, amit csinálok, akkor tudod biztosan, hogy miről van szó. Fontos tisztáznom kétfajta dolgot. Az egyik, a cég teljesen rendben van, és soha nem volt dolgom ilyen nagyszerű termékkel, mint ami ennek a cégnek a gyártásában elérhető, és amit én magam is rendszeresen fogyasztok, és amivel tényleg rendkívüli módon elégedett vagyok. Ez volt az első dolog. A második, nem váltottam üzletet, nem kezdtem el mással foglalkozni, és ugyanezzel foglalkozom tovább is, ez a szándékom a jövőben is. Elköteleztem magam emellett a termék mellett, emellett a cég mellett. A harmadik dolog pedig, hogy amikor azt mondtam, hogy a cégvezetők legalábbis az egyikük kérése volt az, hogy ezeket a videókat tegyem nem elérhetővé, de csúnyán mondtam, a YouTube-on vagy bármilyen felületen, akkor itt még el kell, hogy mondjam azt, hogy nem azért van ez, mert ők a cégvezetés helytelenítené azt, amit én csinálok, akár a módszert, akár a tartalmat tekintve, hanem azért, mert a cég most folytat egy olyan reklámkampányt, egy népszerűsítő kampányt, amiben nem fér bele az ő véleményük és azoknak a partnerek menedzsmentjeinek a véleménye szerint ezek a fajta tartalmak, amiket én csinálok az internetes megjelenésbe, és ezért kérték, hogy ezeket tegyem. Hát, hogy átmenetileg vagy nem átmenetileg, ez majd kiderül, de ne legyenek jelen pillanatban elérhetőek. Én ezt tudomásul vettem, és a cég érdekeit szem előtt tartva ezt meg is csináltam. Nem könnyű szívvel ezt azért hozzáteszem, mert rengeteg munkám van benne, itt sok-sok videóról van szó, sok-sok anyagról, sok-sok óráról és sok-sok információról, ami most úgy pihen ott a, hát nem kukában, de ugye kuka mellett talán. Nos, amit viszont el akarok mondani, és talán ez a fontosabb most. Szóval nem hagytam föl semmiképpen azzal, amit csinálok, csak másképp fogom most csinálni. Sokkal inkább előtérbe akarom azt helyezni, hogy ne kelljen függnöm cégeknek, cégvezetőknek, vagy más emberek menedzsmentjének a döntéseitől, véleményétől. Éppen ezért sokkal inkább magamra fogom helyezni a hangsúlyt, és arra, hogy hogyan tudok olyanná válni, aki nem kell, hogy törődjön másoknak a véleményével, nem kell, hogy törődjön másoknak hát bármilyen olyan irányú elképzelésével, ami ő neki jó, nekem meg nem. Lehet, hogy egy kicsit bonyolultnak hangzik ez, amit mondtam, de nem érdekes. Talán érted, hogy miről van szó. Szóval mostantól kezdve az lesz a célom, hogy saját magamat építsem, és azt a fajta dolgot csináljam, amit én a legjobban szeretek, amivel leginkább egyetértek, és ezt úgy csináljam, ahogy az én számomra az a lehető legjobb. Ezért létrehozok néhány új felületet, az egyik egy új YouTube csatorna, ami már megvan, és ugyan tartalom most ebben a pillanatban még nincs rajt, de ezt a videót 1-2-3 nap múlva nézed, akkor már lesz rajta tartalom is. Ez az egyik. A másik, elindítok egy podcast sorozatot, ehhez választottam egy felületet. Itt azért választottam ezt, jó, erről majd egy későbbi videóban, most nem. És a későbbi videóim, amiket fogsz találni, azok alatt ott lesz majd a hozzávezető link. Illetve egy új blog felületet is elindítok, a régi domén nevem alatt egy aldoménként az vagyok, aki megcsinálja .szilágyigyörgy.hu oldal lesz ez. És azért döntöttem úgy, hogy a régit azt most egy picit pihentetem, a szilágyigyörgy.hu-t, legalábbis mostanában azzal a dologgal kapcsolatban, amit csinálni fogok, amit építek, azzal kapcsolatban nem igazán teszek föl rá tartalmat, hanem ezen az új felületen, mert nem akarom, hogy belekeverjen, belezavarjon az összképbe majd azok a tartalmak, amik azon megtalálhatók, nem mintha bármi baj lenne velük, legalábbis nekem nincs vele bajom, csak
Csak tényleg azt akarom, hogy ez az új felület, ez egy olyan legyen, ami csak erről szól, és semmi más nem található rajta. Szóval ez a három dolog, ami új felületként, új kommunikációs felületként fog megjelenni az én további innen kezdődő tevékenységeimben, életemben, hogyha te is akarsz változtatni valamin, és te is szeretnél valami olyasmi lenni, aki azt az életet éli, amit igazán szeret, ami a szenvedélye, és talán ebből akar pénzt keresni, akkor javaslom, kövesd ezeket a felületeket, kövesd, hogy mi történik rajtuk, lehet, hogy tudok segíteni, és tudok információval szolgálni neked is. Nos, ennyi akkor ebben a videóban most, úgyhogy találkozunk egy következőben, nem ragozom tovább. Legyen nagyon szép napod, legyél sikeres, bármit is csinálsz, de legfőképpen élj úgy, ahogy igazán szeretnél, és élj a szenvedélyedből. Köszönöm. Szia!